Sziasztok! A mai videóban egy nyereményjátékra szeretnélek titeket invitálni. Mindig így kezdem a nyereményjátékos videókat, konkrétan ezzel a mondatszerkezettel. Na mindegy. És még mielőtt elsorolnám, hogy mik a nyeremények, illetve hogy mit kell értük tenni, azelőtt szeretnék annyit mesélni, vagy beszélni erről az egész dologról, hogy ugye nálam eddig nagyon gyakran voltak nyereményjátékok, és hát hol kisebb, hol nagyobb, de általában kisebb méretű termékeket sorsoltam, és inkább azokból többet. Viszont az édeskedves, drága, szerelmetes Magyar Posta nagyon durván megváltoztatta és megemelte a csomagok, illetve a levélküldemények postázási összegét. Konkrétan a levélküldemény, mint opció megszűnt, csak postán maradóra lehetne küldeni, viszont nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy ha már nyereményjáték, akkor ezt kapja az ember a kezébe bele, és ne kelljen még a postára elmennie érte. Úgyhogy hát eléggé megdrágult a postázás, így hogyha termékeket szeretnénk küldeni, és éppen emiatt a mostantól lévő nyereményjátékok, illetve már ez is olyan, hogy inkább több dolog, nagyobb dolgok, nagyobb csomag, egy normál csomag, tehát hogy mondjuk ez egy ilyen beauty boxnak szerintem simán elmenne. Szóval inkább több dolog lesz és nagyobb dolog, viszont egyszerre mindig egy ember fog nyerni, mert nincs annyi pénzem, hogy egyszerre több embernek postázzak olyan árakon, amilyenek most vannak. Ezt lezártam, nyilván nem ez a lényege a videónak, hogy itt a pénzen keseregjek, meg a Magyar Postát szidjam. Nem is szidom, mert egyébként szerintem még mindig talán a legjobban működik, ahogy elnézek egyéb futásszolgálatokat. De a lényeg az, hogy szerettem volna, hogyha tudjátok, hogy mostantól kicsit ritkábban lesznek játékok, viszont nagyobb nyeremények lesznek, szóval hát mindenki döntse el maga, hogy minek örül jobban, hogyha gyakran vannak apróságok, vagy ha ritkán nagyobb dolgok. No de, vágjunk is bele, mert most már szerintem nagyon kíváncsiak vagytok arra, hogy mik a nyeremények. 5 terméket válogattam össze, 2-t én vettem, 3 pedig a legutóbbi Pixibet-ben volt, és abszolút nincs erre szükségem, úgyhogy ezeket fogom most megmutogatni. És kezdem szerintem a Pixis cuccokkal. Ez egy karamlak és 2 sminktermék. Az első a Catrice-től az Ultimate Nail Lacquer 99 Sweet Macaron szín árnyalata, ami egy nagyon-nagyon szép árnyalat fehérbőrű lányok számára, szóval én szerintem ez egy az enyémhez hasonló sárgás bőrtónuson abszolút nem mutat jól, de tényleg, hogyha egy fehérbőrű lány nyeri meg, akkor annak szerintem nagyon jól fog passzolni a bőrszínéhez. A következő szintén egy ilyen színfüggő dolog, ez az Essence-nek a barnáknak való szemöldök szettje. Szerintem egyébként a világosabb szín az talán szőkéknek is jó lehet, a barna az pedig elég sötét, úgyhogy nagyon sötét barnáknak is, talán, nem tudom. 2 szemöldökpor van benne, egy kis ferlelcset, illetve azt hiszem, hogy 3 sablon, ami alapján tudjátok formázni a szemöldökötöket. Ez szintén nekem a szín miatt nem passzol, de remélem, hogy aki megnyeri, annak fehér bőre van és szőke vagy barna haja. A következő termék az a Max Factornak a kis 4-es szemhéj puder palettája, ez az utolsó, amit a Pixibekből haláztam ki. Ő a Smoky Eye Dream 2001 Manset névre hallgat, és 03 Sanctus Golds a neve. És még mielőtt valaki megvádolna, nem nyúltam bele. Itt a világos színbe, mintha bele lenne mászva, én ezt leragasztva kaptam meg, és nem nyúltam hozzá a ragasztáshoz, mert rengeteg ugyanilyen színem van, úgyhogy én nem nyúltam bele, valaki viszont szerintem igen. De én ezt így kaptam. Nem az én hibám. És akkor 2 termék van, amit én vásároltam. Az egyik az egy nagyon nagy hype-nak örvendő dolog, és
ez egy olyan hype, amiben én is beleszálltam, nem szoktam, kerülni szoktam az ilyeneket, de ez muszáj volt, szóval Balea unikornisos tusi. Igen, 3 darab volt a drogériában, amikor én elmentem megvenni, és magamnak 2 szerettem volna. Úgy voltam vele, hogy megleplek titeket is, mert tudom, hogy elég nehéz elérni, szóval nagyon keveset hoztak Magyarországra. Úgyhogy valaki fog kapni egy unikornisos tusit, és remélem, hogy annyira fog rajongani érte, amennyire én. Isteni finom vanília és kókusz vegyesen illata van. Egyébként a minősége az a szokásos Balea krémes, nem habzik túlzottan, tartós az illata, nagyon finom illata van, úgyhogy unikornisos tusi. És az utolsó, ez egy testápoló, ezt még összevettem meg magamnak, mert úgy gondoltam, hogy majd télen én húda testápolozni fogok, aztán kisenyítottam, és úgy voltam vele, hogy minek tároljam itt, miközben egész télen nem nyúltam testápolóhoz. Egyrészt a testemen a bőr nem olyan száraz, másrészt pedig a fürdéshez mindig használok valamilyen hidratáló fürdőterméket, szóval nincs erre szükségem. Ki se nyitottam, bele se nyúltam, még csak meg se szagoltam, szóval teljesen originál, érintetlen állapotban van. Ez a Dove Derma Spa Goodness 3 omega olajos testápolója, ami egyébként jó drága volt, és azért is vettem meg, mert nagyon le volt árazva, szóval egy nem olcsó testápolóról van szó. Ez az 5 termék tehát, ami megnyerhető lesz. És jöhet a kérdés, hogy mit kell ezért tenni. És most nagyon sablonos leszek, és nagyon hagyományos. Azt szeretném, hogyha követnétek itt is, tehát legyetek feliratkozva a YouTube csatornára. Szeretném, hogyha a blogra is fel lennétek iratkozva a Google Plus rendszeren keresztül. És ez a 2, ami konkrét kritérium, de nagyon örülök Facebookos, illetve Instagramos követéseknek is. Úgyhogy igazából a csatorna és a blog, ami fontos, de Facebook és az Instagramot mondjuk jó néven venném, mondjuk így. És még egy kommentet szeretnék kérni tőletek, amiben mindenképpen legyen benne az e-mail címetek, és nem fogok kuncsorogni, nem fogok kanyarogni, ha valakinek nincs ott az e-mail címe, akkor az olyan, mintha ott se lenne a komment. Úgyhogy e-mail cím legyen benne, egy olyan e-mail cím, ráadásul ami működik, mert volt már olyan, hogy valaki nyert, és írtam neki e-mailt, és visszajött, hogy nem működő e-mail cím. Szóval egy olyan e-mail cím, ami működik, amit használtok, amin el tudlak titeket érni. Illetve írjátok meg kommentben, hogy mi a kedvenc téli emléketek, ami ezen a télen történt. Nagyon szeretek ilyen kis emlékeket, élményeket olvasgatni, és nekem ez most egy nagyon-nagyon jó tél volt. És hát remélem, hogy nektek is. Úgyhogy akár a karácsony, akár csak egy barátnős kávézás, akár egy eljegyzés, vagy egy esküvő, bármi, ami eszetekbe jut, hogy ezen a 2016-17 telén történt, és egy nagyon jó emlék volt, azt írjátok meg pár szóban nekem kommentben, tényleg mindenképpen legyen ott az e-mail cím, és hát sok sikert mindenkinek, nagyon drukkolok, hogy valaki olyan nyerje meg, aki mindent tud majd hasznosítani ezek közül a termékek közül, és aki tényleg örülni fog a csomagnak. És ha minden igaz, akkor ma február 27-e van, megpróbálom úgy föltölteni, hogy 27-én kerüljön föl a videó, és azt szeretném, bár nem szoktam elnevezni a nyereményjátékokat, de hogyha nőnapon 8-án, március 8-án tudnám kisorsolni köztetek, szóval március 7-e éjfélig lehet jelentkezni, és én március 8-án fogok napközben valamikor, bármikor sorsolni, amit egyébként mindig felveszek, és mindig a Facebook oldalamra kiteszek, szóval, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan alakul ki a nyertes, akkor Facebookon kövessetek mindenképpen, mert ott mindig felteszem a videót a sorsolásról. Én ezt így érzem tisztességesnek, az úgy nem tudom, szerintem nem túl hihető, hogyha valaki csak így kitesz egy nevet, hogy ő jött ki. Na mindegy, szóval befejezem a rizsázást, a fontosabb adatokat le fogom írni az infoboxba, illetve a blogbejegyzésbe is, amiben ez a videó is szerepelni fog majd, úgyhogy ha valamit esetleg nem jegyeztetek meg, akkor nyissátok le a kis nyilacskát, és látni fogjátok, hogy mit kell tennetek. Úgyhogy mindenkinek nagyon sok sikert, és hát bár addig még fogunk találkozni, de előre is boldog nőnapot mindenkinek!
Mindig itt vagytok, ha van kedvetek hasonló videókat nézni tőlem, akkor itt találtok kettőt, amit nagyon ajánlok. Hogyha pedig a jövőbeni videóimra is kíváncsiak vagytok, akkor ide kattintva tudtok feliratkozni a csatornámra. Amennyiben az olvasást részesítitek előnyben, itt találjátok a blogomat. Hogyha pedig a közösségi oldalakon keresgélnétek, akkor Örökké kék az ég néven találtok meg mindenhol. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a videó, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!